Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai műsorunk már az őszi jegyében indul, és hát remélem, hogy nagyon sok és szép színnel ismerkedhetnek majd meg ebben az adásban. Rögtön elsőként nagy szeretettel köszöntöm Nagy Zsukát, költőnőt, remélem, hogy nem kell már téged bemutatni, és gyakorlatilag ez a színek asszociáció már az új kötetedből jött, hiszen Pigment címmel már itt van a kezemben. Én vagyok az egyik szerencsés, aki kézben tarthatom ezt a kötetet. Ugye tegnap érkezett Nyíregyházára egy fantasztikus könyv bemutatóra. Most arról, hogy ez hogy is sikerült, ne beszéljünk, inkább arról, hogy hogyan készült el ez a számomra nagyon érdekes és izgalmas formájú kötet, mert bevallom őszintén, még a benned található versekkel nem ismerkedtem. Úgyhogy miért pont ilyen alakulat csináltad? Ezt tudod, mire emlékezted? A mesekönyvekre. Szándékos volt? Igen, tehát ez a forma kicsit nagyobban valóban a mesekönyvekre emlékeztet. Három formát mutatott a kiadó, az egyik a négyzet alakú forma volt, ami az előző kötetem, a küllőksávok, a másik ugyanez, csak így téglalap alakúra, tehát vízszintesen, vagy függőlegesen, vagy hogy mondjam, és ez pedig ez a vízszintes téglalap alakú, és azért választottuk ezt, mert egy különleges formula, és számomra fontos az, hogy a könyv egy esztétikai tárgy is legyen, és az Orpheus kiadó szerintem nagyon szép könyveket készít, ahogyan talán látszik is. És van egy másik technikai kulisszatitok, hogy hosszúak voltak a verssorok, és nem szerettem volna megtörni. Igen, nem másképp tördele, mint ahogy az én sor gondolatritmusom adja a strófáknak a sorait. Igen, arra is gondoltam, hogy alapvetően az, hogy szép legyen, és amit mondtál, egy esztétikai tárgy is legyen, akkor, amikor az ember könyvet ajándékoz például, tehát ha tudom, hogy valaki költészetkedvelő, és valóban támogatom a kortárs költőket, a nyíregyházi költőket, akkor szívesen vásárolok egy olyan könyvet, ami ráadásul szép is, mutatós is, és már megjelenésében is különleges. A küllők sávok is jól fogy, ha jól tudom, tehát abból is készültek most új példányok. Gyakorlatilag nagyon gyorsan készült el ez a kötet. Ennyire termékeny költő vagy ezek szerint? Hát nem is tudom, hogy mit illik ilyenkor válaszolni. Az előző kötet, a küllők sávok, ugye 9 év után jött, az egy 9 év, majdnem egy évtizednek a termése, ezért heterogénebb is a kötet, ez pedig egy évre a küllők sávokra jött. Az a helyzet, hogy feltorlódtak bennem a betűk és az érzelmek, hogy ilyen szellemesen fogalmazzak, és mikor elkészült a küllők sávok, leadtam az anyagot, és ugye ott több idő eltellik, ugye az ember odaadja a kiadónak, elfogadja, akkor pályáz vele az kulturális alapnál, míg megjelenik az idő, és időközben pedig én publikáltam más verseket is, és összeállt egy új kötet. Mennyire számít ez? Bocsáss meg, hogy azért közben elismeréseket is kaptál, ugye, tehát olyan irodalmi elismeréseket, hogy már valóban jegyzett költőnek számítasz ma Magyarországon. Hát ugye ez egy... Gyorsabban megy így könyvet kiadni? Erre gondoltam. Az Orpheus kiadónál azért is adtam ugye ide ehhez a kiadóhoz, mert azt gondoltam, hogy szeretném, hogyha jönne ez a Pigment a következő könyvhétre, azaz a mostani könyvhétre. És ez az Orpheus kiadóval azért megoldható volt, mert azért nem olyan könnyű könyveket kiadni, hosszú idő, inkább az időigényes ugye ez a folyamat, ez az ismeri jobban, aki benne van. Bizony nagyon megtiszteltető volt, amit mondasz, hogy a küllők sávok több díjat is elhozott, ugye. De hát az embernek az élete ugyanúgy megy tovább abban a sávban, ami ő maga, csak van egy közéleti jelenléte, vagy egy médiális jelenléte, de az ember nem változik, legalábbis én nem változom, ugyanúgy csetlek, botlok, érzek, belehalok dolgokba, és szemlélődöm, ahogyan eddig, és dolgozom. És ugye ott vagy gyakorlatilag egy elismert sávban, miközben fókuszálsz a perifériára, a társadalomnak a szélére, az elesettekre, arra a területre, amire sokan nem szeretnek ránézni. Ez nem befolyásolja azt, hogy utána hányan olvassák? Arra gondolok, hogy valaki nem akar tudomást venni arról, hogy az életnek vannak árnyoldalai is. Igen, biztosan igaza van annak, aki azt mondja, hogy lehet, hogy hát ez egy traumaköltészet, tehát így nevezte.
kérdezte az egyik kritikus az egyik labba, de mindenképpen érzékenyítő költészet ez talán, tehát az empátia, az együttérzés, az üzenete ennek a kötetnek, ha van üzenete egyáltalán, lehet, hogy olyan suta megfogalmazás ez, és eszembe jutott, miközben mondtad azt, hogy szép kötet és esztétikai tárgy, én is megjegyeztem, hát bizony a Belcsin pedig egy rút tónusokkal és az élet árnyoldaléval foglalkozik valóban. Ez a Pigment cím is innen jött, hogy a pigment szó nekem valami bőrhibát valami jelentett, és elkezdtem asszociálni. Valami rúdságot? Valami rúdságot, igen, valami hiányt, nem is rúdságot, hanem valami hiányt. Viszont ugye a pigment maga pedig egy színező anyagot jelent, tehát innen kapják a színező anyag, innen kapják a színeket, ugye az elemek vagy a részecskék. Ez a kettő úgy összemosódott bennem. Egyébként pedig egy kiállításon voltam, és ott beszéltek pigmentekről, és valahogy nekem kiúrott a szövegből ez a pigment, és mondom, ennek a kötetnek ez lesz a címe. Mert én a pigmentről nem a színező anyagra gondoltam, hanem valami bőrhibára, tehát valami hiányra. És így keletkezett ez a kötet, de aztán utána néztem a pigment definíciójának is, meg a fajtájának is, és van úgynevezett fekete pigment, fehér pigment, stb. Hát ez egy fekete pigment. Most lesz ennek a kötetnek egy képzőművészeti folyosója is, vagy irányultsága is, hamarosan erről mesél még egy kicsit. Igen, az ősbemutató ugye az a könyvtárban volt, és lesz egy pigment extra, vagy pigment újra töltve október 4-én a múzeumban. Itt pedig illusztrációk lesznek kiállítva, egy kiállítással egybekötött beszélgetés lesz a könyvről. Németh Erika szobrászművész készített illusztrációkat a versekhez, neki a grafikája látható a borítón is, és ezek lesznek kiállítva, tehát lesz egy klasszikus kiállítás megnyitó, lesz egy beszélgetés a képzőművésszel, hogy ő vizuálisan hogy élte meg ezt a kötetet, és miért pont ezek jöttek, ezek a grafikák, ezek a fekete-vörös grafikák, színekben és embereket ábrázol, ugye szobrászművész, és az Ezer költő a Változásért című programba fog ez becsatlakozni, zenével, élőzenével, táncművészettel, borkóstolással, tehát lesz egy ilyen pigment extra. A tegnapi pedig ugye egy klasszikus ősbemutató volt, egy beszélgetés Babosi Lacival, ugye, és az Artézis trió játszott. Nos, hát azt kívánom, hogy sokan örömüket lejjék majd ebben a könyvben, és ne csak mint képzőművészeti vagy művészeti tárgy és alkotás, hanem mélyüljenek el a verseidben, neked pedig további sok sikert kívánunk. Művészettel folytatjuk, hiszen a Művészasztal esemény sorozatát azt hiszem, hogy már nagyon sokan jól ismerik. Ilyenkor kortárs írókat mutatnak be a Nyíregyházi Társulat színészei a megszokottól eltérő módon, interaktívan. Már 5 teltházas estén túl van a rendezvény, a második évad első estjén, Hály János volt a vendég.